Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogyan tudunk hatékonyan D-vitamin szintet növelni. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. A D-vitamin hiány egyik jele a csontfájdalom, tehát a legegyszerűbben úgy tudod teszteni a D-vitamin szintet, hogy nyomogatod a testet különböző részein a csontot, például itt a mellkas közepén, vagy a csuklónál, és ha fájdalmat érzel, az nagy eséllyel D-vitamin hiányt jelent. A hátfájdalom, derékfájdalom is jelzi a D-vitamin hiányt. A D-vitamin szintet vérvétellel, laborvizsgálattal lehet pontosan megállapítani. A D-vitamin érdemi növelésének legfontosabb eszköze a napon tartózkodás. Ha heti szinten keveset vagyunk a napon, nagyon nehéz D-vitamint növelni hosszú távon. A D-vitamin koleszterinből jön létre, tehát koleszterinre szükségünk van a termelődéséhez, így például ha valaki alacsony zsírtartalmú ételeket fogyaszt, nála már néhány hét alatt igencsak lecsökkenhet a D-vitamin szint. Egyes gyógyszerek, például a koleszterin csökkentők, melyek nevében benne van a lényegük, a koleszterin csökkentése, csökkentik a D-vitamin alapanyagát, tehát a koleszterint, így ezáltal rontják a termelhető D-vitamin mennyiséget. Jó magas koleszterin tartalmú ételek a tojás, a zsírosabb marhahúsok, a sajtok, a halak és a belső részekből készült ételek, mint például a velő, a szív vagy a máj. Éppen ezért a D-vitamin készítményeket ajánlott étkezés közben, vagy mindjárt étkezés után magas zsírtartalmú ételekkel elfogyasztani. Ez mindenképpen javítani tud a felszívódásán. A mikrotápanyagok közül a cink, a magnézium, a bor, az A-vitamin és az omega-3 van javító hatással a D-vitamin hasznosulására. Az ételekben vagy az étrendkiegészítőkben lévő D-vitamin hatékony kinyeréséhez szükségünk van rendszeres és elegendő epesavra, illetve jó állapotban lévő vékonybélre, mivel az epesav a vékonybélben hasznosul újra. Ha gond van az epével és a vékonybéllel, a D-vitamin szinttel is gond lesz. Alacsony epesav szint alakul ki a már említett alacsony zsírtartalmú diét alatt, a máj megbetegedései következtében, mivel ugye a máj termeli az epesavat, illetve leromlott bérfura következményeként, melynek oka lehet az antibiotikumok gyakori szedése, a hosszú távú sok finomított szénhidrát fogyasztása, a pre- és probiotikumokban alacsony táplálkozás, ez az, amikor alig eszünk zöldségeket és erjesztett ételeket, illetve az alkohol hosszú távon napi szintű fogyasztása. Tehát kevesebb D-vitamin tud kinyerni a testünk az ételekből és az étrendkiegészítőkből, ha gond van az epénkkel és a vékonybéllel. Ilyen jellegű problémákra, illetve ha valakinek kivették az epehólyagját, a legjobb megoldást az epesav tartalmú készítmények jelentik, melyek szedésével növelhetjük az ételekből kinyerhető D-vitamin mennyiséget. A stressznek is hatása van a D-vitamin szintre, egyrészt azáltal, mert rontja a vékonybél állapotát, így ugye romlik az epesav újrahasznosulása, egyre kevesebb lesz belőle, másodszor pedig azért, mert a stressz következtében termelődő kortizol hormon szintjének csökkentéséhez sok D-vitamint használ a testünk. Az intenzív edzések, például a félórás futás javítani tud a D-vitamin felszívódásának hatékonyságán. Az inzulinrezisztencia gátló hatásával van a D-vitamin felszívódására, a prediabetes állapotában, illetve cukorbetegeknek fokozottan szükségük van D-vitaminra, mivel a D-vitamin fokozza a hasnyálmirigyben az inzulin termelő bétasejtek túlélését. Mivel a D-vitamin fontos szerepet játszik az immunrendszerünk működésében, ezért rengeteg vírusnak és baktériumnak az a stratégiája a túléléshez, hogy elkezdik befolyásolni a D-vitamin receptorokat a sejtekben, más szóval a fertőzések következtében is romlik a D-vitamin hasznosulása. Ilyenek például a Lyme-kort okozó vírus, az Epstein-Barr vírus, illetve az AIDS vírus, de mások is. Tehát vírusok és bakteriális fertőzések esetén még inkább szükségünk van a D-vitaminra, mivel ugye a kórokozók rontják a D-vitamin érvényesülési képességét. És végezetül lehetséges olyan állapot, amikor valakinél genetikai változások miatt romlik a D-vitamin receptorok működése, ezt ki lehet vizsgáltatni, ilyen esetben is fokozott D-vitamin bevitelre van szükség. A D-vitamin nagyon sokféle formában kapható, vannak D-vitamin kapszulák, tabletták, cseppek és szájspray formában is alkalmazható. Ha valakinél nem működik megfelelően az emésztőrendszer, gyenge az emésztése, gyulladások vannak, kevés az epesava, gyenge a gyomorsava, le van romolva a bélflóra, a szájnyálka hártyáján történő adagolása a D-vitaminnak mindenképpen előnyösebb, például a szájspray formában.
A D-vitamint ideális reggelbe venni, vagy napközben a főétellel, nagyobb dózis esetén két adagban, vagy több adagban. A K2 vitaminra szükségünk van a D-vitamin mellé, főként ha hosszú távon nagyon mennyiségű D-vitamint pótolunk, például 10 000 nemzetközi egység feletti mennyiséget, azért mert a K2 vitamin szabályozza azt, hogy a kálcium, amit a D-vitamin mozgat a testünkben, az hova rakódjon le. Ha kevés a K2 vitamin, a kálcium hajlamos, nem kívánatos helyekre lerakódni, például az erekbe. Köszönöm a figyelmeteket, bízom benne, hogy ez a videó is hasznos volt, jó egészséget kívánok mindenkinek, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veletek!